Sziasztok! Sárgyi Tamás vagyok, és ez itt a Nyugyása, a Marikler Podcastja. Fekete István, Bogáncs. Részlet. Bogáncs ebben az időben a körülményekhez képest jól érezte magát. A régi környezet nagy hiánya ásított ugyan körülötte, összekeveredve lábai és nyakasajgásával, de ezek tűnőben voltak. Remekül vacsorázott, és ha macorogni kezdett, egy nagy kéz lenyúlt az ágyról, kedvesen simogatva. Aludj, kis kutya! A kocsik mély dübörgéssel mentek az úton, s nyomokból a rókák, kutyák és borzok ilyetten tértek ki, mert a kocsik nyomában vérengző idegen hatalmak förtelmes szaga úszott, és terült szét az erdőben és a nématanyák között. Éjjel utazott a cirkusz, hogy ne szenvedjenek a lovak, sodálatok a hőségtől és legyektől, mert a két utolsó kocsiban majom, medve, leopárd és egy berber oroszlán utazott fásult rapságban. Bogács mindezt nem tudta. Ám bár megborzongott még a hurokban is, amikor este felé az oroszlán ordítása végigdöbörgött az erdő alkonyodó csendjén. A kiskutya ekkor már nem verekedett a hurokkal, megadta magát, csak úgy csendesen sírlogált. Az oroszlán bömbölése elszállt felettem, mint az égzengés. És a nyomában támadt borzongás is hamar elmúlt, mert a fájdalom és a félelem sokkal közelebb volt, és alig engedett mást a kiskutya kutya csüggedő értelméhez. Egyszer, mint hogy Jancsi távoli füttyüketését is hallotta volna, de olyan fájdalmasan zavaros volt már minden, hogy csak nyűszített, de nem mozdult meg, mert így is alig kapott már levegőt. Ha a lábát oda nem fogja a drót, régen megfulladt volna. Így is sípulva szívta a levegőt, és a megfogott kis láb áll fájt hi rettenetesen fájt. Siránkozott Bogáncs. Hát nincs erre senki? Nem jön senki? Nem segít senki? Á, há, há, há. -há" felette egy szajkó. Mi van veled, kutya? Az ember, az ember fogott meg? Há, há, há és elrepült, hogy a hírt megkiáltsa az erdőnek. Már alkonyodott, és az avar kesernyés lehelletét árnyékos szárnyára vette a szürkület. A kiskutya már csak reszketett, és amikor valami zörgés indult el feléje, reménykedve újra felsírt, ám bár a lélegzettel takarékoskodni kellett. Alig volt már eszméleténél, amikor két bakancs állt meg előtte. Két bakancs, melyeken már esti harmad volt. Bogáncs sutak is farka bágyatlan üdvözölte a bakancsokat, és elkínzott kis fejét felemelte, amennyire lehetett. Ó, oh, mondta egy hang, ó, oh, hogy hogy akasztófán száradna el az a bitang. Várjál, kis kutya! És két kéz gyorsan kitapogatta a hurkot. Bogáncs előleképpen megnyalt az egyik kezet. Lassan meglazította, és kibújtatta a kiskutya fejét, de Bogáncs csak feküdt szorgalmasan szedve a lélegzetet, de meg sem mozdult. A kéz simogatta, véres kis lábát tapogatta, hogy nem törötte el. A legtisztább pumi, amit életemben láttam, dörmögte az ember, de a lába nem törött, csak a drót vágta meg. Hát, eljössz velem, kutyus? Bogány szaporán jezzett farkával valamit, talán köszönetet, mert a közeli mély emberi hang simogató melegséggel zengett felette, és a kéz érintéséből szeretet lüktetett át elkínzott kis testébe. Fel akart állni, de visszarogyott. Ne erről test kis kutya, majd viszlek. Bogáns kisi idegenkedve érezte, hogy felemelik, mert eddig nem vette senki ölbe. De aztán elhelyezkedett, mert valahányszor megmozdult, az a megnyugtató kéz puhán végig simogatta gerincét. Jó barátok leszünk. Hű, de jó barátok leszünk. Mi kette? Csak mi kette? És amint hazaérünk, eszünk. Bokáncs erre megbillentette farkát, mert múló fájdalmai mögött egyszerre hánykolodni kezdett gyomrában az éjség. Az pedig, hogy eszünk, tökéletesen megértette. És viszonzásul kicsit sírdogálni kezdett. Hi, -hi, Hi, és éhes is vagyok. Az ember megállt, Csend, suttogta, nem szabad hangoskodni, nem szabad, és befogta a kiskutya száját egy pillanatra. Bogáncs ezt nagyon is megértette, s emlékezett Jancsi pálcájára, a bőrrepesztő suhogásra, de itt nem történt semmi, semmi, csak az a jó leső simogatás, amire a kiskutya behunyta a szemét, és szívében elmúlt minden idegeskedés. Majd meglátod, milyen jó lesz nekünk. Majd meglátod. Dörmögött az ember, és felnézett az alkonyodó égre, és számítgatta magában, be tud-e surranni kocsiába, hogy a többiek meg ne lássák. Az ember egyedül akart lenni a kis kutyával, és talán maga sem vetett számot magával, miért nem akarta, hogy a cirkusz többi tagjai meglássák, akik barátai voltak. A kiskutya nélküle elpusztult volna. A kiskutya tehát az övé. De el akarják majd kunyarálni, Talán meg is akarják venni. Talán keresi is volt gazdája. Talán Taddeusz? Igen. Taddeusz az igazgató követelné, hogy a talált kutyát közszíré kell tenni. Ki kell doboltatni a legközelebbi faluban. Nem. Egyelőre maradjon a kiskutya rejtve a kocsiban, szokja meg új gazdáját, meg nevet is kell neki adni és simogatta, simogatta a kisebbet, és sóhajtott. Magához ölelte a bogáncsot, mire az felsziszent, és sérült lábát magasra tartotta, de egy hangot nem adott. Fáj, ugye fáj, látod, milyen ökör vagyok, te meg nem szólsz egy szót sem. Meggyógyítjuk, ne félj. A cirkuszkocsik ablakai ekkor már kivilágosodtak, de a kis kémények füstjét lassan enyhet a sötétség. A levegőben sült hagymaszaga keveredett a kakuk fű illatával, és bogáncs szimatolni kezdett. Mindjárt, mindjárt suttogott az ember, és átsorrant az úton. Halkan kaparászott a kulcs, és kattant a zár. Hát itt vagyunk. Tette le a kiskutyát az ágyra, és egy mozdulattal bereteszelte az ajtót is, és az ablakra húzta a függönyt. Aztán lámpát gyújtott, és hallgatózott. Nem vettek észre bennünket. A kocsi csendes volt, fele lakás, a másik fele raktár. Bogáncs pislogott, és fel akart állni, de csak megrogyott. Az ember csak simogatta. Bárjál, kiskutya, bár jár, majd megmossuk és bekötjük. Bebizony, bizony, holnapra már alig érzed. Ilyen ellátásban Bogáncsnak még nem volt része. Fél óra múlva, kimosdatva, bekötözve, megkefélve tette le az ember az ágy mellé egy nagy dobozba melyet közben mindenféle rongyokkal bérelt ki. Bogáncs fáradt volt, és csekély mocorgás után elhelyezkedett. Aztán az emberre nézett, és suta farkával, mint azt mondta volna. És nem eszünk? Ugatni nem szabad. Psz! intett az ember, és szájára tette a kezét. Ugatni nem szabad. Aztán kívülről bezárva az ajtót, eldobogott. Bogáncs pedig szuszogva szaglázta az idegen hely páráit, az avult rongyokat, az ágyaló kilógó sötétséget, a cipők, ruhák, ágyneműk, tűzhely, emberszagát. Ebben az ismerkedésben beszéd zavarta meg, ami távolabbról ütődött a kocsi falához. Bogács új gazdája ahhoz a kocsihoz ért, ahol délután Malvin ült a lépcsőkön, és megállt a kisugárzó enyefényben. Jó estét, és mintha mosolygott volna. Szervusz, Dodó, találtál gombát? Hajnalban kellett kimenni, akkor, akkor kellett volna, igen, Na hamar besötétedett. Futcsa hajnali gombázásnak, intett marvin a tűzhely mellől. A magas igazgatóság úgy határozott, hogy éjfélkor indulunk. Már meleg is a vacsorád, elviszed vagy itt teszed meg? Elvinném. Alajos? Úgy tesz, mintha haludna. Délután jól megkopasztották ezek a Ha Hanem te, Dodó hogy mi szúnyog van itt? Téged nem bántalak? Én jobban fel vagyok öltözve. Az igaz, de én meg szépen lebarnultam. Egy kis legényke járt erre délután, olyan pásztorféle. Nem tudta a szemét levenni rólam. <laughs> a kutyát kereste. Miféle kutyát? Azt nem tudom. Csak azt mondta, hogy a neve Bogáncs. Szép név, ugye? De furcsa. Dodókám, dörmögött a kocsi mélyéből az ébredező alajos. Édes Dodó, kérlek, mellőzd a nőt, elül a vacsorád. Hát, szervusz, Malvinkám, mosolygott Dodó. Alajos nem tud aludni, ha megy a kocsiját, legalább éjfélig aludjon. Ezzel kilépett a világosságból. Bogáncs, gondolta Dodó. Bogáncs, suttogta maga elé. Ez lenne az a kis kutya és keresték. Megállt egy pillanatra. Nem bánom. A kiskutya nélkülem elpusztult volna az enyém, de lehet, hogy nem is ezt keresték. Az ajtót csak annyira nyitotta ki, hogy lábaival elállja az utat, ha a kiskutya szökni akarna, de a kiskutyának ez nem is jutott eszébe. Lapult a dobozban, és erősen szaglászott. Dodó felcsavarta a lámpát, letette a lábost, és leült a székre. A kiskutya nézte. Nézte az embert, akivel eddig csak a jó járt, és most felséges illatokat hozott. Ekkor elhangzott a szó. Bogáncs! A kiskutyát, mintha meglökték volna. Farka gyorsan rezgett, és nehézkesen három lábra emelkedett. Nem! emelte fel a kezét az ember. Ne erőltesd magad, majd oda És egy tányért megrakott a krumplival. Hát szóval, te vagy az a bogáncs. Nem is tudod, milyen csodálatos kutya vagy. Jó barátok leszünk, nagy barátok leszünk. Ember, én csak egy szegény bohóc vagyok. Letette a tányért, és bogáncsot kiemelte a dobozból. Egy bogáncs. Ez a kínálás teljesen felesleges volt, mert a kiskutya izgalmában még a fájos lábára is rálépett, és időnként meg kellett állni az evésben, mert a krumpli nem tartozik a jó csúszó élelmek közé. Egyél, bogács, ráérünk. Én majd közben beszélek hozzád, hogy megszokd a hangom. Ugye? Ember, talán nem érted, de mégis elmondom, hogy én most egyedül vagyok. Nagyon egyedül. És ezért kell lesz nekem. Csak egyél, kis kutya. Egyél. Mindent megosztok veled. Mert volt nekem feleségem, aki elhagyott már régen. És ez nem baj, de volt nekem egy kislányom. Jaj, de örülne neked. Volt, de most már nincs. A suttogás akadozott. A bohóc barázdás arca eltorzult, és az idők mélyredői között tántorogva elindult két nagy könycsepp. Egyél bogács. A suttogás alig hallatszott. A lámpa körül egy éjjeli lepke szállt, és sötét árnyék a keringben járt a szobában. A bohóc megtörölte arcát kezefejével. Így van, kiskutya, és ez már soha, soha nem lesz másként. Elég? Akkor most kapsz vizet, aztán lefekszünk. Bogáncs belefetyelt egy kis vizet, és megnyalta a simogató kezet, ami annyit jelentett, hogy köszönöm a vacsorát, és én most már egészen jól érzem magam. Szuszogott még egy kicsit, nézte az ember rendes motoszkálását, aztán lehunta a szemét. Arra azonban felébredt, hogy éjfékor lovak dobogtak a kocsi felé. Zörrent a lánc is tránk, nyekeregve megrándult a kocsi, dülöngélt kicsit a gyepen, aztán dübörögni kezdett a kerekek alatt az országút. A kiskutya ilyetten ült fel, de Dodó keze már ott volt mellette. Alúgy Bogáncs. A kéz ott maradt, és Bogács melléje a fejét. Úgy, úgy, úgy. Bár én is tudnék aludni. A kocsik nehéz dübörgéssel mentek az úton, melynek poros hátára mulandó jeleket írtak a kerekek. Ma leírták, s holnapra elfújta a szél. Éjjel leírták, és hajnalra elmosta az eső. Pedig sokszor nehéz emberi sorsokat hordtak a kerekek. Haragot, vágyat, fájdalmat, irigységet, bosszút, és csak kevésszer súlytalan örömet, nevető szabadságot, Vágyott más napokat és gondtalan gondolatokat. Aludj, Bogáncs! Dübörögtek a nehéz kocsik. Az erdő egy vadőr állt. Bogáncsot kereste eddig az igazgatóság rendelkezése értelmében, és dühösen ütötte a mennykővel az igazgatóságot a kutyával együtt, de most elmosolyodott úgy magában. Cirkuszosok, gondolta. és megjelent előtte a kivilágított porond, a csillogó, aranyhajú műlovarnő, a frakkos majmok és a bohóc ügyetlenkedése, amitől a nagyponyvát dagasztotta a nevetés. Cirkuszosok gondolta, ezeknek jó, alusznak útközben és az állam fizeti őket. Én pedig kucsagolhatok, hát fene egye meg, reggel lesz, mire hazaérek. Egyszerű ember volt ez a vadőr, csak azt hitte el, amit látott és nem gondolta arra, hogy a cirkuszvilága is egészen más, amikor elalusznak a lámpák, a ragyogó ruhák a ruhatárba kerülnek, és verejtékpára és mély emberi sóhajok lengnek a fűrészparos poront felett. Nem, a cirkuszvilága egyáltalán nem az az örökvidám világ, aminek a látottak után gondolni lehetne, hanem a legkeményebb munka és aszkétai élet végső eredménye, amelyet hosszú évek következetes gyakorlatai emelnek az álmulat magasságába. A vadőr nem tudta ezt, és ha eljutott a cirkuszba, egész szívével tapsolt a kislánykának, aki szinte repült a szédítő magasságban, és tapsolt a vidám oroszlánnak, aki hatalmas labdával játszott, ám sárga szemében annyi mondó közöny volt, mint a sivatag homokjában. De Dodó tudta ezt. Jaj, nagyon is tudta. Azóta keveset aludt, és gondolatai között is repült egy kislány százszor az ívlámpák fényében, és egyszer aztán elrepült, és rettenetes sötétség maradt utána. Hogy mi volt a hiba? Ki tudná megmondani? Minden és mindenki a helyén volt, és mégis. A zuhanás nem is látszott veszélyesnek. Az előadás folyt tovább, a bohóc csetlet botlott a porondon, a közönség tapsolt, és kint az orvos kétségbe esetten látta, hogy nincs segítség. Aztán Dodó betántorgott a szobába, kislánya törékeny kis teste mellé, és könnyével elmaszatolta a festéket az arcán, és nevetségesen bő bugyogójában rázta az okogás. Egy éve elmúlt már ennek, de Dodó erre gondol, és kezel elolg az ágyról. Aludj, Bogáncs, én úgyse tudok. Bogáncs aludt is. A bohóc nézte a sötétséget, és a nehéz kocsik dübörögve mentek a hajnal felé. Bogáncs aztán két napig csak a fülével élt, és az orrával, mert Dodó rejtegette. Éjszakúgyan kivitte pár percre, hogy mozogjon a kis kutya, de ekkor Bogáncs nem sokat láthatott. Lába másnap reggelre már használható volt, és Dodó arra ébredt, hogy a kutya megnyalta a lelógó kezét. A bohóc régen nem ébredt fár fel ilyen örömre. Te már fent vagy, suttogta. És a lábad? Bogács, te haszontalan. Hát hol a kötés? Bogács, mindezt nem értette. A kötést minden esetre letépte sebes lábáról, kimászott a dobozból, és most éhes volt. A kocsik álltak, a lovak korrogva rágták az abot, aztán újra elindultak, és lehetett már dél, amikor a kerekek dübörgése, morogva táncolni kezdett a házak között. Az emberi kiáltások töredékei estek be az ablakon. Motorok recsegtek jövőben, menőben, és autódudák hújjogása rohant az ablak alatt. Aztán szétesett a lárma, mert egy nagy térre fordultak be. Bogáncs közben megismerkedett a mozgó szobával, de valahányszor új hang csapódott be az ablakon, aggódva nézett az emberre, aki nem vette le róla a szemét. Tejet kellene szerezni a kis kutyának, gondolta Dodó de hát, ha megeszi a maradékot egy kis kenyérrel. Ez a kérdés felesleges volt, mert Bogáncs nem olyan helyről jött, ahol elkényeztették a kutyákat. Hatalmasan bereggelizett, aztán megfontoltan nézett a tányérra, amelyben még mindig volt valami. Jó lett volna azt is megenni, de egyszer nem volt hely. A kis pocak feszült, mint egy autókerék. Bogán sóhajtott, krumplitolmaszatos orrát a padlóhoz törölte, a tányérra még egy búcsú pillantást vetett, és bemászott ládájába. Talán nem eszi meg ez az ember, gondolta. A bohóc mosolygott. Nem vagy válogatós, az bizonyos. Hát csak aludj. De aztán jött a kisváros, szokatlan lármája, Dodó is kinézett néha az ablakon, és mikor befordultak a nagy térségre, megsimogatta a kis kutyát. Nem szabad ugatni, nem szabad, majd jövök, aztán megint teszünk. Bogáncs csak pislogott a skatujában, és lagymatagon helyeselt a farkával, ami azt jelentette, hogy az evés ebben a pillanatban nem sürgős. Inkább aludna, de ebben a lármában. Dodó eltűnt, és valami sürgős mozgalmasság indult el a kocsi körül. Később Oh, gurgulázva felhördült egy oroszlán, és bogáncs hátán felporzolódott a szőr a lémülettől. Ez az ordítás nem volt véletlen, és úgy hozzátartozott a műsorhoz, mint az, hogy Pipincs, a majom, smokingban szolgált, aki edét a medvét, aki megterített asztalnál ült, és aggodva nézett a bejárat felé. Jöne már Pipincs a nagy üveg sörrel. De Pipincs jött. Ede brummogva üdvözölte. A sört az asztalra tette, és Ede két mancsába fogta az üveget, és egy szuszra kiitta. A közönség lelkesen ünnepelte Edét, sőt, akadtak jó szívű, egyének, akik bekiáltottak a porondra. Adjanak még neki! Az igazgató, Csiklik Taddeusz azonban kedvesen mosolygott és kijelentette. Ede, mértékletes, és karon fogta a mackót, mindketten hajlongva távoztak a lámpák alól. Távozásukra terjedelmes taps kísérte. Az oroszlán ordítása bevezetője volt ezeknek az élvezetes látványosságoknak. Felcsigázója a kíváncsiságnak, ám bár szultán nem jó kedvéből ordított, és sört sem kapott, amire nem is vágyott. Egyenlőre az egész személyzet a nagy sátor felállításával volt elfoglalva, ami meglepően gyorsan ment, hiszen minden ember, minden kész pontosan tudta a dolgát. A hatalmas vasszögek mentek a földbe, mint a vajba, a kötelek nem gabajodtak össze, a csigák szinte játszva húzták fel a roppant ponyvát, és mikor ennyire jutottak, Taddeusz mester odaszólt az egyik hórihorgas karvajképű egyénnek. Oszkár, szólaltasd meg az öreget! Oszkár erre felvett egy vasrudat, és vállára vetve lassú léptekkel elvitte az oroszlán ketrec előtt. Nem csinált semmit, még csak oda se nézett. Csak himbált a vállán a rudat, mire szultán olyat ordított, hogy bogáns majd kiesett a skatujából, és megrezdültek a környékbeli ablakok. Szultán persze nem tudta, hogy egy ilyen ordítás aranyat ér, és nem tudta, hogy ez közönséges reklámordítás. Sőt, már nem is haragudott a vasbotra, amely annyi gyötrelmet okozott valamikor. Igen, ez a vasbot és más kínzóeszközök verték ki szultánból a vadságot, a makadságot, az akaratot, és minden önállóságot, ami a múlthoz és a szabadsághoz tartozott. A parondon most már csak pattogott az ostor, de nem csípett, és a vasbot szörnyű szerepe is oda hogy a hústolták vele az oroszlán elé, egyébként nem volt rá szükség. Öreg oroszlán volt már szultán nagyon, akinek eszébe se jutott összecsukni rettenetes fogait, amikor Oszkár bedugta pomád és fejét szultán szájába. Inkább egy kis utálkozás borzongott a sárga szemekben, és néha mintha orra is vintorgott volna. Mert szultán nem szerette a törköly szagot, ellentétben Oszkárral, aki szerette. Taddeusz egy ízben meg is jegyezte, hogy egyáltalán nem csodálkozna, ha szultán Oszkár leheletétől tántorogva távozna a porondról, és odakint kérne még egy fél decit. Oszkár akkor megsértődött, és Taddeusz ezt nem is említette többet, mert Oszkár tartotta kézben az állatokat, és Ginnel, a leopárdal is csak Oszkár ment valamire. Gint teljesen megtörni úgy sem lehetett. Ha vele foglalkozott, Oszkár zsebében pisztoly volt. Tarkójában egy kis borzongás, mert a leopárd ideges, kígyózó farka félelmetes kérdőjelé görbülve lógott le fekvődeszkájáról, amelyre két méter magasságba egyetlen puha lendülettel ugrott fel. Szultán csábító ordítása elhangzott. Egy kislány a kíváncsi gyerekseregben egész öklét a szájába kapta ilyettében. Dodó pedig a gyerekektől távol egy nagyobb fiútól azt kérdezte, nem ismere egy kendős dénes nevű egyént a városban. A fiú elgondolkodott, aztán azt mondta. Nem. Mit beszéltél a fiúval, Dodó? kérdezte Malvin, aki műlovarnő volt, és akit minden érdekelt. Egy kis kutyát kínált eladásra, talán megnézem. Vedd meg, Dodó, vedd meg, úgy is olyan egyedül vagy. Dodó elfordult, és egy padot vitt helyére, de alajos szeme elsötétült, amikor feleségét a ponyba mögé intette. Malvin! Lojzikám, tudom már, ne haragudj, na, csak jót akartam. Nézd, én türelmes ember vagyok, és nem törődöm vele, hogy mit akarsz és mit nem akarsz. Ez a szegény ember úgy sem gondol másra, mint arra a drága kislányra. De hogy te még erre figyelmezteted? Lojzikám, bizony Isten igazad van, Komolyan szeretném magamat felpofozni. Ne fározd magad drágám, szavamra mondom, ha még egyszer előfordul, én foglak felpofozni szavamra. Azt szeretném látni, sziszegte a lovarnő, amikor alajosot hagyta, ám bár a fene egye meg, igaza van. És megtörölte a szemét, mert az ígért pofonok mérge, és a Dodó kislányának szomorú emléke könnyeket ültetett szemesorkába. Bogáncs persze ezekből az előkészületekből mit sem látott, csak hallott és érzett, mert a téren kavargó szellő behozta a zsalus ablakon a gyantás a lótrágya, a széna, a vadállatok és a véres hús összekeveredett nehéz szagát. Ismerős és ismeretlen szagok voltak ezek. Némelyikhez tartozott is valami kép, a lótrágyához lovak, szénához füveg, birkák, az akol, jancsi és az öreg számadó. Ezek voltak a legvilágosabb, mindent betöltő és mindenen uralkodó emlékei. De az oroszlán mendörgésével nem tudott mit kezdeni, és a ketrecek vérrel és a romlott hússal átitatott deszkaszaga is félelmetes volt, amelynek nem volt alakja. És csak átviharzott idegein, mint valami rontás, ami kicsi életét elpusztíthatná. Dodó megjelenése napjában többször elsimította a titokzatosság félelmét. Az ebéd is csodálatos volt, de amikor az árnyékok megvastagodtak a kocsiban, majd éles villanyfény pengéi vágtak be a zsaluk között, és felmarajlott a cirkusz, megint nyugtalanság fogta markába. Ez a nyugtalanság hullámzott vele, amíg nem jött Dodó, akinek szerepe már lejárt, bár az előadás még tartott mégis elmegyek a kutyáért, mondta Alajosnak, aki kábol jelmezben várta, hogy koltját megszólaltassa a porondon. Erre egy dodó, oda találsz? Ide adta a fiú a címet. Menj csak, majd szólok Taddeusznak, a keresne. Ember, miért is keresne? De nehogy valami öreg dögöt rácsózzanak. Kölyök, azt mondta a fiú, kölyök. Lajzék, intett a függöntől Albert az öreg kellékes, aki akik kocsis is volt egy szemében. Lajzé! És kisé elhúzta a függönt, hogy alajos, kerrő rugalmassággal léphessen a porondra pompás ruhájában. Dodó pedig kisúrant a nagy alól. A közönség kitúdulását már az utcasarokról nézték Bogáncsal, aki egyenlőre a szokatlan nyakörvel volt elfoglalva, amelyet Dodó gyártott. Átmenetileg nadrág széjjel helyettesítette a pórázt. Bogáncs határozottan ellenezte a szokatlan nyakravalót, és toporzékolva követelte eltávolítását, mert a hurokra emlékeztette. Dodó egyre csitította, amíg egyszer aztán eltalálta a helyes szót. Nem szabad! Bogáncs megmerevedett. Dodó pedig elkönyvelte a pűvös szavakat, de azonnal meg is simogatta a kiskutyát. Mindjárt megyünk! A tömeg már megritkult, és szétfolyt az utcákon, amikor a bohóc ölbe vette Bogáncsot. Jobb, ha viszlek. Talán mégis fáj a nyakad. Látod, erre nem is gondoltam. A cirkusz elcsendesedett, és elsötétedett már. Oszkár, a vad ültetvényes, Malvin, a sivatag rózsája, Alajos, a, Lajos, a hiusz szemű serif, és a többiek már közönséges vacsoránál ültek közönséges marhasültnél, amikor Dodó az ajtó világosságába érkezett. Hát, megjöttünk. Jaj, Dodókám, ad ide! Ugrott fel a sivatag rózsája, de a híjusz szemű serif a székre mutatott. Ülj a szoknyádra, Malvin, hogy finoman fejezzem ki magam. A kutyának először a gazdájához kell szoknia. Különben senki kutyája lesz, és elmegy az első ember után, aki hívja. Ez az igazság, Helyeselt a badültetvényes, Dodó pedig azt mondta. A nevét elfelejtettem megkérdezni, most valami nevet kell neki adni. És Malvénra nézett. Bogáncs, sikkantott Malvén, bogáncs, annak a csinos legénykének is így hívták a kutyáját, olyan szép név, és furcsa. Dodó éppen ezt akarta, de lesütötte a szemét. Bogáncs, hmm, nem bánom, és lefogta a kis kutya lábait, mert az örömtől az kapálozni kezdett. Ismernek, itt ismernek, nyűszített boldogan, és erősen nézte a húst a tányérokon, amíg csak Dodó el nem vitte az ingerlő látványosságtól. Gyere, Bogáncs, most már neved is van. És belemosolygott az árnyékba. Egy évet talán először, hón alatt saját kutyájával, aki egy pillanat alatt megtanulta a nevét. De Dodon kívül csak mi tudjuk, hogy miért. Arra pedig senki nem gondolhatott, hogy a bojtár két napi járó elveszett kutyája, ez lehetne egy dodó ölelésében. Mindenki tudja, hogy a bohóc, a kiskutyát egy fiútól vette. Malvin keresztelte el, ám bár az a bizonyos fiú erről nem tud, és talán még most is keresi. Ki lehet az a kendődénes nevű ember, akit senki sem ismer a városban, de nem is ismerhetett hisz ez a Dodó neve abban a civil világban, ahol számon tartják az ilyen felesleges hosszú neveket. Bogáncs előtt ezek után kitárult a cirkuszvilága, ám bár elég lassan tárult ki. Dodó senkit sem engedett közelébe, napjában kétszer sétáltatta, de most már nem nadrág szípórázon, hanem valódi piros bőrből készült nyakra valóhoz kapcsolt sodrot szípórázon. Bogáncs ezt is megszokta, sőt, meg is szerette, mert ha Dodó a pórászhoz nyújt, ez sétát jelentett. – Megyünk, megyünk sétálni! A kiskutya szertelen jókedvében ilyenkor körültáncolta emberbarátját, és ki akarta kapni kezéből a sétáltató felszerelést, ami a mozgást, ismerkedést és a szabadságnak is töredékét jelentette. Dodó egyelőre csak a nem szabad, pűvös hatását ismerte, ami fontos volt, de nagyon kevés, ezért látott Bogáncs szótárának kiegészítéséhez. A cirkusz tovább ándorolt, és ha valahol városon kívül megálltak pihenni, Dodó azonnal kivitte a kiskutyát, és engedte, hogy kirohanja magát. Egy ilyen alkalommal tapintott rá, hogy Bogáncs az idegyere felszólítást és az itt maradsz szavakat is ismeri, és azonnal engedelmeskedik. Remek! Ezek után szájába tette a pórázt, és keményen rászólt. Itt maradt! Pár lépésre elmenve pedig odaszólt. Ide gyere! csött is, de a pórázt azonnal kidobta szájából. Két a múlva azonban már szépen elhozta a vezető szíjat és a nyakra valót, annál is inkább, mert ilyenkor kis szalonna darabkát kapott, amit a kisfutya éppen úgy nem felejtett el, mint a verést. Most már nem dobott ki szájából semmit, amit Dodó beletett, ám bár még egy kicsit rágta. Később Dodó már nem azt mondta, hogy ide gyere! hanem azt, hogy hozd ide, és a comját verdeste, ami mindenféle kutyanyelven hívást jelentett. Aztán letette a pórázt a földre, és pár lépésre tőle leültette a kiskutyát. Itt maradsz, és elment húsz lépésre. Hozd ide! Bogáns rohan, persze üresen. Erre Dodó visszavezette a pórászot, szájába tette, és leütette. Hozd ide! Ezt addig ismételte, amíg csak világosság nem gyulladt a kis koponyában, szalonna jutalommal fényesített világosság, és attól kezdve Bogáncs hibátlanul hozta a pórázt, nem csak kint, gyakorlat közben, hanem a kocsiban is. Megyünk sétálni. Hozd ide a pórázt. Később Bogáncs megismerkedett a papucs, a pipa, a gyufaszavakkal is, és a tárgyakkal, amelyek szavakhoz tartoztak. Megszokta dodó nyugodt, tompa hangját, és megszokta, hogy semmiféle más hangnak nem szabad engedelmeskednie, még ha a nevét mondja, vagy hívja valaki, akkor sem. Bogáncs! Gyere ide, Bogáncs! Próbálta a barátkozni alajos tilalmadacára, és Bogáncs már majdnem elindult, hiszen olyan kedvesen meleg volt a hang, amikor megszólalt felette a tilalom. Nem szabad! És Bogáncsot, mintha orran ütötték volna, mintha Jancsi pálcája sziszent volna megfeledte. – felette. kutya vagy Dodó! Méltatlankodott Malvin, mire Dodó csak mosolygott. Várj, Malvinkám, még hiányos a nevelése, de azért próbáld még egyszer írni. Ide gyere, bogáncs! Csapkodta Malvin tömör combját, mire a kis kiskutya tanácstalanul leült, és Dodóra nézett, mintha azt mondta volna, hát most menjek, vagy ne menjek? Nem szabad. És Bogáncs elfordult, Ember farkát csóvált a Malvin felé. Sajnálom, nem mehetek. Bogács általában nem volt bizalmas. Ezt a jó tulajdonságát anyjától kapta, aki idegent közel nem eresztett magához, és morogva jelezte, hogy harapni fog. Szinte kényszer volt ez a bizalmatlanság, amely egyenesen támadással erősödött, amint besötétedett. És az ősök évezredes örködése, verekedése, helytállása kemény örökségképpen írta elő a kiskutya viselkedését is. A kocsi körül jöttek-mentek az emberek, amire bogáncsa fülét sem mozdította meg. De ha kilincshez nyúlt valaki, a kiskutya égtelen acsarkodásba kezdett. S morgott még akkor is, amikor az idegen otthagyta a zárt ajtót, és léptei eltávozóban dobogtak. Természetesen Dodó lépteit pontosan ismerte, és meg sem mozdult fekvőhelyén, csak farkát billegette várakozóan. De amikor a kúcs kotorázni kezdett a zárba, már ott állt az ajtóban ugrásra készen, a szeretet összes jelével. Azonban a bohóc nem egyedül jött, Bogáncs kimászott ugyan a nagy dobozból, de tartózkodóan és gyanakvással leste az ajtó nyílását, és az idegeneket megmarogta. – Ne bánsd, mondta Dodó –, megsimogatva a kutyát, aki megtanulta már, hogy ilyenkor az ő őrködése felesleges, de az ismeretlent éber gyanakvással szemmel tartotta, és ha az ajtóhoz vagy dodóhoz közelebb ment, újra morgott. Ilyenkor csak inteni kellett volna nagy barátjának. Fogd meg! És bogáncs sárkányként vetette volna magát az ismeretlenre, nem törődve a következményekkel. Ennek a fogd meg kiáltásnak előzményei vannak, és bogáncs egyetlen váratlan lecke alatt tanulta meg. Akkor dodóval szép nagy sétát tettek, és hazafelé mentek már. Az ember a gyalogúton, Bogács pedig a betések mellett szabadon prücskörészett, amikor az egyik barázdából egy termetes hörcsök bújt elő. A hörcsök pofazacskói tele voltak, és még a szájában is vitt valami füveket, amelyektől se látott, se hallott. Ez a zsugori tolvaj, úgy is mélyen hordja a fejét, így csak akkor ocsúdott fel, amikor az orrát már majdnem a bogáncséhoz ütötte. A kiskutya marogni kezdett, a hörcsögöt pedig elöntötte a düh. És, mint minden hörcsög, akit tetten értek, mint egy tolvajt, aki a zsákmát veszélyben érzi, nekiugrott a tétovázó kutyának. Ekkor csattant fel a kiáltás. Fogd meg, bogáncs! A kiskutyának eddig csak szerény és ilyet ürgékkel volt dolga, és a hörcsök támadása annyira váratlanul érte, hogy már vérzett, amikor felcsattant a kiáltás. Fogd meg, Bogáncs! Bogáncs elvonította magát, hiszen még inkább kölyöknek számított, de ez nem félelem, csak a fájdalom vonítása volt, mert a hörcsög az orrát harapta meg. Azután a kutya félreugrott, és ezzel lerázta az ismeretlen pocakos ellenséget. A hörcsög eszét vesztve a dűtő rohant utána, de ezt a támadást Bogács már készen várta, mintha valamikor nagyon sokszor verekedett volna ilyen barna kabátos utonálókkal. Az ősök beidegzett, és átöröklött tudománya volt ez. Kicsit megfutni, és úgy támadni, hogy a legalkalmasabb legyen. A visszavágás gyors volt, és a roham ereje felborította a hörcsöget, de ugyanezzel a mozdulattal Bogáncs már torkát fogta, nem törődve, hogy az ellenség karmai véres utakat barázdálnak pofáján. Ezek a karmok pedig veszélyesek, hiszen ezekkel ássa a hörcsög a föld alatti magtárait, akár két méter mélységben. És ezekben a magtárakban néha száz kiló gabona magvat hord össze. A veszélyes karmok azonban egyre céltalanabbul vagdalkoztak, mert fagyott a szusz. Mivel a fejletlen fogak is kótyagosra rázták a föld alatti gabona A harc mégis sokáig tartott volna, de egy alkalmas pillanatban Dodó is beleavatkozott, mire a hörcsög illedelmesen és véglegesen kinyújtózkodott. Jól van, bogács! Simogatta Dodó a kiskutya véres fejét. Nagyon jól van, ám bár jól megtépázott ez a beste állat. Most már ne bánst, intette Bogáncsot, aki még mindig meg akarta rázni párszor az ellenséget. Majd otthon megkapod, de előbb legomboljuk róla ezt a szép kis bundát. Bogáncs véresen és maszatosan érkezett haza, mint a harcból érkező hősök általában. De harci kedve azonnal megtört, amint Dodó előszette a fertőtlenítőszereket és a mosdatós pontját. Nem szeretem, jó, nem szeretem, büdös is, csíp is, vinnyogta, de csak mérsékelten el, ellenkezett a mozdatás ellen. A hörcsög megfejtését azonban már érdeklődve nézte. A kis bundát Dodó az ajtóra feszítette, és azt mondta, most jön a java. Öreg lábos tett a tűzhelyre, és kivételesen begyújtott, mert Dodó egyébként alajoséknál étkezett. Egy kis zsírt is tett a hörcsök hús alá, és hosszasan gondolkodott, hogy hagymát ne tegyene de aztán úgy gondolta, hogy Bogáncs hagyma nélkül is megeszi. Bogáncs szimatolni kezdett, és oda cövekelte magát Dodó mellé, mert a sercegű hús csodálatos illatokat felhőzött szét a szobában. – Jaj, te jó szak! Jaj, de éhes vagyok! – és körül táncolt a barátját. Dodó azután kihűtötte a pecsenyét, és negyed óra múlva Bogáncs bánatosan kapaszkodott fekvőhelyére. Aztán nagyot sóhajtott, és elnyújtózkodott. Mintha kicsit sokat ettem volna. A lábos pedig nem csak üres volt, de a kiskutya tisztára is nyolta. Dodó mosolygott. Nem is kell elmosogatni. De ez Úgy is a te lábosod. Bogáns csak szuszogott, néha a másik oldalára dobta magát, mintha néha jelen felének helyet keresne. A cirkusz lassan ballagott egyre messzebb bogány szülőhelyétől, és egyre beljebb a nyárba. Forró porban jártak már a vasalt nehéz kerekek, hullámzani kezdtek a vetések, ha a szél átszárnyalt felettük, és az útszéli poros bokrokon buksi gébicsek őrizték a fészket, és lesték a könnyelmű bogárságot. A vetések később már széles hullámokat vetettek, és ringtak, mint a bölcső, de susogó a szárnyalásukban Zizegni kezdett a szél, a kalászok fogas és a szőlős kertekből édes, meleg illat folyt ki az utakra, amit a darásfészek, az éretlen szőlő, a kakukfű, a zsája leheltek, megmelegedve az öreg pincék fehér fala mellett, késő őszi mámort ígérve a korai nyárai vándoroknak. Az éjszakák enyhítők lettek, mint a hűvös víz, az erdő gyantaszaga betódult a kocsik szúnyok hálóján, a csillagok melegen pislogtak, és köztük zsíros palacsinta képével úgy nevetett a telehold, mint egy nyári vendéglős, aki saját borának legnagyobb fogyasztója. A nehéz kerekek a nappalokból az éjszakákba vándoroltak, és elmosódott nyomuk végigment az idő útján is, akár az órák kerekei, amelyek mindenütt és mindenkinek mást mondanak, és mégis mindenkinek igazat mondanak, mert mindenkinek más órája és más igaza van. Bogásnak azonban nem volt órája, és nem is törődött csak azzal a nagyon kis részével az időnek, ami éppen volt, és amit az emberek jelennek hívnak.